Piacátadó Máté Szalkán. Több mint 800 millió forintból újították fel és bővítették a város kispiacát. Sok az influenzás gyermek, az országos adatok szerint az orvoshoz forduló betegek több mint harmada gyermek. Vadkárok a mezőgazdaságban, békés megoldásra törekszik az agrár és a vadásztársadalom a gazdák kártérítésével. A helyiek erős közösségépítő gyakorlatának köszönhetően folyamatos Máté Szalka is térségének fejlődése. Erről Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszélt a város megújult kispiacának átadóján. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A kispiacot több mint 800 millió forintos Európai Uniós és hazai pályázati támogatásból korszerűsítették. A beruházás a felújításon túl útfejlesztést, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta. Édes nemes paprika, friss robogós káviar, jöjjön és vegye már, aranyom, jöjjön, vegye már. Ez csak egy kis szelete annak, mi minden lesz megvásárolható Máté Szalka új kis piacán. Ami csak nevében kis piac, hiszen igen jelentős méretekkel rendelkezik a felújítást és bővítést követően. Az épület 1262 négyzetméteres, 10 méteres a belmagassága, 48 méter hosszú és 42 méter széles. Az átfogó korszerűsítést több mint 800 millió forintos uniós és hazai pályázati támogatásból végezték el. Ez a közösségi tér nagyon hiányzott nekünk. Ezelőtt 6-7 évvel befejeztük a Máté Szalka nagy piac rekonstrukcióját, és nem értettem, hogy az emberek miért nem örülnek igazán is. Aztán megértettem, a nagy piac az mindenki, az egész térségé, 30-40 kilométerről járnak oda. És teljesen más az arculata, mint a kis piacnak, aminek most már új nevet kell találni, hiszen egy 1262 négyzetméteres, 10 méter magas épületet nem biztos, hogy ez a legjobb név, hogy kis piac, de szerintem a szalkaiak ezt megoldják. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, sokan sokféleképpen szerették volna megbuktatni a projektet. Az összefogásnak köszönhetően azonban újabb színvonalas közösségi térrel gazdagodott Máté Szalka. Az apró pénzre váltásba azoknak az embereknek van a legnagyobb szerepük, amellett, hogy a döntést polgármester úrtól nem tudom elvitatni, és nem is akarom elvitatni, akik végrehajtották, akik a minisztériumban jártak, akik a hosszabbítását is elrendezték, akik már egy év lezárás után veszekedtek a tulajdonosokkal, mert miniszter úr el tudja képzelni, hogy európai forrás nem lehet magántulajdon fölött felhasználni. Ezt is megoldottuk, hogy gyakorlatilag beburkolja ezt a teljes teret, ez az épület. A helyi termelők piacra jutásának segítése, a rövid ellátási lánc erősítése és az ehhez szükséges feltételek javítása már több éve kiemelt feladat a régióban. A Vármegyében több mint 100 piac újult meg, vagy épült az elmúlt években, tehát ilyen és ehhez hasonló közösségi terek számos településen találhatóak, jelentős részük még most történik az átadása, most fogja megnyitni a kapuit, de egy olyan mértékű fejlődés történt ezen a területen is a Vármegyében, ami azt gondolom, hogy példaértékű. A megújult kispiacot Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter jelenlétében adták át. A tárca vezető hangsúlyozta, Máté Szalka és térségének fejlődése annak köszönhető, hogy a tenni akaró emberek erős közösségépítő gyakorlatot alakítottak ki. Azt, hogy polgármester úr és képviselő úr sikeres tudott lenni ebben a közösségépítési gyakorlatban, az többek között annak köszönhető, hogy az itt lévő vállalkozók is megértették, hogyha nem csupán a saját magánérdeküket követik, ha nem csupán a saját magánérdekük értelmezési keretében nézik a világot, hanem hajlandók azon túl lépni, túl tekinteni, akkor megtalálnak egy valami sokkal nemesebb dolgot, a közérdeket, amiben mindenki sokkal jobban jár, mint külön-külön az egyének, egyenként. És azért is tartom ezt fontosnak, mert önök azt is tapasztalták, hogy milyen nehéz Európai Uniós projekteket kezelni és véghez vinni, mennyire bonyolult a struktúra, tehát azt is láthatják, hogy mindez Európában milyen nehéz, amikor mindenki a magánérdekét követve, de a magánérdeken túl gondolkozva egy közös érdek jegyében cselekszik és azt építi fel.
A csarnok felújítása mellett a beruházás útfejlesztést, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta Máté Szalkán. A nyíregyházi járási ügyészség január utolsó napjaiban 6 férfivel szemben emelt vádat eltiltás hatája alatti járművezetés vétsége miatt, magyarán jogosítvány nélkül vezettek. Ahogy közleményükben fogalmaznak, nincs olyan hét, hogy ne történne vádemelés olyan személyek ellen, akik fittyet hányva a járásbíróság vagy a szabálysértési hatóság döntésére járművezetéstől eltiltás hatája alatt ülnek a volán mögé. Január utolsó napjaiban 6 férfivel szemben intézkedett az ügyészség, akiket kisebb súlyú közlekedési szabálysértés, engedély nélküli vezetés vagy ittas járművezetés miatt tiltott el a bíróság vagy szabálysértési hatóság néhány hónapra vagy több évre a járművezetéstől. Ennek ellenére Nyíregyháza járási területén gépjárművet vezettek. Az ügyészség velük szemben szigorú büntetés kiszabására tett indítványt. A közlekedés és a bűnügyi előéletüktől függően súlyos pénzbüntetést, felfüggesztett fogházbüntetést, egyikük pedig, mivel különös visszaesőnek minősülő bűnismétlő, végrehajtandó börtönbüntetés kaphat. Ezen túlmenően további járművezetéstől eltiltásra is számíthatnak. Még mindig sok az influenzás a Vármegyében. Az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek több mint harmada pedig gyermek, áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ múlt heti jelentésében. A diagnózist és a kezelést nehezíti, hogy sok esetben egyszerre több vírusfertőzés van jelen a gyermek szervezetében. Egymásnak adják a kilincset több gyermekorvosi rendelőben a szülők. Hetek óta nagy üzemben zajlik a rendelés. A legtöbben felső légúti és emésztőrendszeri fertőzéses tünetekkel fordulnak orvoshoz. És most különösen megugrott egy hete, másfél hete a légúti betegek száma, és hát ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a lázas gyerekek hátterébe sokfajta szinte egymás mellett levő fertőzés bújhat meg. Kezdeném azzal, hogy elég sok hányós hasmenés gyerek van, amit nagyon nagy valószínűséggel kalicivírusok okoznak, ennek a diagnosztikája egyébként nehéz. És hát ugye ne felejtsük el, hogy még nem múltak el a COVID problémák sem, azok is párhuzamosan, ezelőtt egy hónappal az dominált elsősorban, most pedig az utóbbi héten már biztos, hogy az influenzás betegeknek a száma ugrott meg, ez az ügyeletben is, és a mi forgalmunkon is látszik, és hát nem nagyon muszáj megemlíteni egy RSV-vírus fertőzést, ami egy sajátos nagyvírus, ami súlyos betegséget okoz, abból is van nehány. A diagnózist nehezíti, hogy sok esetben egyszerre több vírusfertőzés van jelen a gyermekek szervezetében. A vírusok azok, amelyek károsítják a nyálkahártyát, a légúti rendszert, és megnyitják az utat a mindenütt levő más kórokozók irányába. Tehát a vírusként indulhat egy fertőzés, de lehet, hogy 3 nap múlva az már nem vírus, és ezért akkor kell kezelni. De a szülőknek a türelme is fontos hozzá, mert a láz nem egyenlő antibiotikus kezeléssel. Hál' Istennek mostanában nagyon sok műszert kaptunk az államtól, de sok kollégának, meg gondolom szinte mindenkinek korábban is voltak olyan műszerei, amivel egy-két perc alatt el lehet dönteni, hogy az vírusos eredetű, az a fertőzés vagy bakteriális. És az, ha kell egy betegség alatt, ezt többször meg lehet csinálni. Egyre több az influenzás gyerek, és továbbra is érkeznek skarlátos tünetekkel rendelkező gyermekek. Talán arra hívnám fel a szülők figyelmét, hogy nem kell pánikolni, mert azt hallom néha, hogyha egy óvodában van egy skarlát gyanús gyerek, akkor ez úgy jön le pár nap múlva, hogy a fél város óvodája skarlátos. Tehát ugye itt azért annyira nagy tömegű betegség, beteg nincsen, de oda kell figyelni, ha kiütéses a gyermek, elesett, nagyon fáj a torka, azt meg kell mutatni az orvosnak, és ő tudja, hogy mivel kell kezelni, meg mennyi ideig kell kezelni.
A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a felső légúti és emésztőrendszeri fertőzéssel küzdő gyermekek esetében a kiszáradás veszélye is gyakrabban áll fenn. Ezért erre fokozottabban kell ügyelni a szülőknek is. Egyelőre még nem született végleges megoldás a mezőgazdasági vadkárok ügyében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara néhány héttel ezelőtt tette közzé, hogy saját behajtó céget alapít, így próbálja elérni, hogy a vadásztársaságok kifizessék a gazdáknak a veszteségek ellenértékét. A felek egyértelművé tették, hogy békés megegyezésre törekednek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyébként a dunántúli vármegyékhez képest jóval kevesebb vadkár keletkezik a termőföldeken. Évente több 10 milliárd forintos kárt okoznak a nagy vadak a termőföldeken. A tapasztalatok szerint évről évre nagyobb a probléma az erdők közelében lévő szántókon és gyümölcsösökben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint ez részben amiatt van, mert bizonyos területeken túlszaporodott a vadpopuláció, amiben nagy felelőssége van a vadásztársaságoknak. A kamara néhány hete közzétette, lépéseket tesz annak érdekében, hogy a társaságok kompenzálják a gazdákat. Rácz Imre vármegyei elnök azt mondta, ebben a régióban főként a Vásáros-Naményi térségre jellemző a probléma. Mi dénységben, mi még ha látunk egy őzet, akkor örülünk neki, hogy itt szaladt előttünk. Ami kárt csinál, elviseljük olyan kismértékű. De amikor már hektárszámra beszélgetünk arról, hogy a kukoricát egyik napról a másikra kitúrták az összes, és újra kell vetni, vetőmagot kell venni, ha már le van gyomítózva, gyomítózni kell, azok az emberek már másképp élik ezt meg, és vannak olyan vadásztársaságok, akik ezt nehezen akarják elfogadni, és nem változtatnak a magatartásokon. Ezeket látva kezdeményezi az Agrárgazdasági Kamara azt, hogy ahol nem tudnak megegyezni, illetve évekig elhúzódik, akár per lesz ebből az ügyből, ő a gazdának a kárát megtéríti, és átvállalja ezt a peres ügyeknek a végrehajtását, hogy a gazdálkodó az ne érezze azt, hogy abba bukjon bele, hogy ő pereskedik a vadásztársasággal. Az ügyben megkerestük a Vadászkamara vármegyei szervezetét is. Fazekas Gergely titkár elmondta, az elkerülhetetlen, hogy egyáltalán ne keletkezzen kár a vadak által, azért pedig, hogy csökkenjenek a veszteségek, mind a gazdáknak, mind a vadásztársaságoknak tenniük kell. Hozzátette, a probléma elsősorban a Dunántúlra jellemző, országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében keletkezik a második legkevesebb ilyen jellegű kár. Tény és való, hogyha megnézzük a hivatalos statisztikákat, akkor vannak azért az országnak olyan megyei, olyan régiói, ahol igen-igen érzékelhető kárt okoz a vad, akár az erdősítésekben, akár a termelt növényekben. Viszont az is igaz, hogy alapvetően nem csak a vadászoknak a felelősség az, hogy mennyi a vad, illetve mennyi a vadkár, hiszen ha elképzeljük, hogy a minden lehetséges élőhelyet bekerítenek a gazdálkodók, hogy elkerüljék a vadkárt, az az adott vadmennyiség egyre kisebb helyre szorul össze. Na most, hogyha legyünk egy számszakilag, hogyha 100 szarvasnak van 100 hektárja élni, akkor hektáronként jut egy darab szarvas. De hogyha ezt a 100 hektár kerítésekkel beszorítjuk 5 hektárra, akkor a 100 szarvasnak 5 hektáron kell megélni, nyilván sokkal-sokkal nagyobb kárt fog okozni. Fazekas Gergely hozzátette, a felek békés megoldásra törekszenek. Az biztos, hogy az Agrárgazdasági Kamara egy olyan lépést tett, amivel úgy véli, hogy meg tudja a tagjainak az érdekét védeni, de abban is teljesen biztos vagyok, miután jó a munkakapcsolat az Agrárkamara és a Vadászkamara között, hogy olyan megoldás fog ebben születni, ami egyik félnek sem fáj, hanem a megoldás irányába fog mutatni. Ugye itt maga Győfi Balázs is azt nyilatkozta december végén, hogy nem cél az, hogy perek tömkelegét indítsák, hanem a megoldás és az egyesség felé szeretnék terelni a gazdákat és a vadásztársaságokat, ez pedig nyilván mindenkinek érdeke, hogy békés megoldás szülessen. A vadásztársadalom emellett szorgalmazza azt is, hogy kidolgozzanak egy olyan egységes szabályozást, amely által egyértelműen tisztázható a felelősség mezőgazdasági vadkárok megítélésekor. Európa legnagyobb állatkerti barna medvéje, a közel 600 kg-os Kodiak medve már tudja, meddig tart még a tél. Takuka az első telét töltötte a nyíregyházi állatparkban, és a téli álom után a gondozók is izgatottan várták, hogy meglátja-e az árnyékát. Az óriás macit gyerekek csalogatták ki a barlangjából.
Félix, a közel 400 kg-os eurázsiai barna medve már izgatottan járkált a kifutójában, amikor a gyerekek elkezdték hívogatni társát. A 15 éves, közel 600 kg-os Kodiak medve, bár kicsit lomhán, de kijött. A gyerekek pedig egy kis énekléssel köszöntötték. Mackó, mackó, ugorjál, mackó, mackó, forogjál, tapsolj egyet, ugorj ki! Sziasztok, mackó! Sziasztok, mackó! A téli álom az emlős fajoknál szükségszerű alkalmazkodás az évszakváltás okozta táplálékhiányhoz, ezt pedig már a legkisebbek is jól tudják. Nem talál élelmet, halat eszik leginkább, mézet, csak hogy valahol nincs méz, mint a jegesmedvéknél, és nagyon jó élmény volt nézni, ahogy a medvék kicamognak. Meg ilyen bogyókkal is táplálkoznak, ilyen növényekkel, meg ilyesmikkel, meg szoktak olyat is, hogy így felemelik a lábukat, és akkor így dörgölőznek a fához, meg lecsücsülnek. Ami most a legfontosabb volt, hogy visszamegye Takuka a barlangjába. A népi hagyomány szerint ugyanis a téli álmot alvó medvék február 2-án hagyják el először a barlangjukat. Ha ilyenkor szép idő van, és a medve meglátja az árnyékát, megijed, és visszatér a barlangjába, mert a tél még sokáig elhúzódik. Ha viszont az idő borús, és a mackó nem látja az árnyékát, akkor kint marad. Ilyenkor arra számíthatunk, hogy hamarosan beköszönt a jó idő. Reményeink szerint hamarosan most már itt van a küszöbön a tavaszi időszak, mindenkinek elege van ebből a borús időszakból, és Takuka, illetve Félix is ezt jósolta, hogy hamarosan március környékén már melegedni fog az idő. Amit láthatunk egyébként, hogy jóval lomhább teste mozgással rendelkeznek ilyenkor a barna medvék is, hiszen bár nem alszanak valódi téli álmot, ilyenkor az anyagcseréjük lelassul, és kevesebb tápanyagot is vesznek magukhoz. A medvék már nem akartak visszamenni a barlangba, szívesen maradtak a kifutójukban. A jóslást végző Takuka pedig fel alá járkált a rácsok mellett, egyértelműen jelezve, jön a tavasz. Hazai pályán egészen pontosan Balmazújvárosban kezdi a tavaszi szezont a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián éllovas együttese az NB2 19. fordulójában a 15. Tisza Kécskét fogadja. A mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik. Az örökösföldi műfüves pályán edzenek a spari futballistái. Bár néhány nappal korábban, még a törökországi kellemes időjárást élvezhették, a hűvös időben is jó hangulatban végzik a gyakorlatokat a játékosok. Érthetően, hiszen a csapat az első helyen várja a tavaszi folytatást, és a vezetőedző is elégedett a szünetben elvégzett munkával. Sikerült ugye az elején a felméréseket megcsinálni, a játékosok az előzőleg otthon kiírt munkát azt elvégezték, jó állapotba tértek vissza, ezek után kint töltöttünk 10 napot Törökországban, ahol szerencsére jó időjárás között, jó körülmények között, jó pályákon tudtunk edzeni, minden edzőmérkőzésünket lejátszottuk a terveknek megfelelően, és szépen lépkedett előre a csapat fizikálisan is, és játékban is úgy érzem, és most ugye meg volt a hétvégén, hazajöttünk ugye a főpróba, hát nyilván itthon egy kicsit azért hidegebb van, de itt is megpróbálunk mindent elkövetni, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk a hétvégére. A Spari a téli szünetben szerződést bontott Paku Rolanddal, Németh Balázs Jófokra, Cseh Norbert pedig Tiszaújvárosba került kölcsönbe. Utóbbi csapattól visszaérkezett Olá Benyámin, a legutóbb az NB1-es Pasban szereplő támadóval, Beke Péterrel pedig 3,5 éves szerződést kötött a klub. Igazából nem úgy alakult az előző fél évben, hogy én azt terveztem Pakson. Utána volt most télen, hála az ének, több ajánlatom is. Amikor annyira egy házai szóba került, és én is tudomást szereztem arról, hogy van ez a lehetőség, akkor nem sokat gondolkodtam. Követtem félig, meddig az NB2-t, nyilván tudtam azt, hogy a Nyíregyháza mit képvisel. Én teljesen úgy érzem, hogy ez egy NB1-es klub, és az első osztályban a helye, és azért is jöttem, hogy ebben segítsem a csapatot. A korábbi nyíregyházi sikeredző, Temesvári Miklós unokája, a védő Attila szintén Paksról érkezett a Sparihoz.
feljutásért szeretnék harcolni, ezt véghez szeretném vinni, jó pozícióban van a csapat, de most itt tavasszal is hasonló teljesítményt kell nyújtani, mint ősszel, tehát az első két hely valamikén kell végezni, és akkor nem érhet minket meglepetés. A Spali a tavaszi nyitófordulóban a 15. Tiszakécskét fogadja, amelyet már a korábban Nyíregyházán is dolgozó Kiskároly irányít. Én azt gondolom, hogy kontrákra fognak berendezkedni, és azzal próbálnak meg ugye minket meglepni, hogy gyorsan mögén kerülni. Vannak gyors játékosaik, a centerbe fönn van ugye a Takács, akit most igazoltak, egy nagy darab target játékos, szóval összességében arra számítok, hogy ilyen célfutballt fognak játszani. Nekünk meg türelmesnek kell lenni, és meg kell próbálni hazai pályán ugye az akaratunkat rájuk erőltetni, és örülnék neki, hogyha minél hamarabb sikerülne vezetést szerezni, hogy stabilan tudjuk hozni ezt a mérkőzést. Fontos lenne a jó rajt. A Nyíregyháza Spartakusz Tiszakécske mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik Balmazújvárosban. A forduló további párosítása a következő: Kozár Misleny Budapest Honvéd, Kazincz Balszika Moson-Magyaróvár, Ajka Budafok, Gyirmót Soroksár, BVSC Zugló Eto SC Győr, PMFC Siófok, Szombathely Csákvár és Vasas Szeged. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba. Most nézzük, hogy mivel foglalkoztunk a mai nap, de már csak röviden. Több mint 800 millió forintból újult meg a Kispiac Mátészalkán. A beruházás az épület felújítása és bővítése mellett útfejlesztést, térkövezést és parkolóhelyek kialakítását is magában foglalta. Az átadó ünnepségen részt vett Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter is. A tárcavezető az eseményen arról beszélt, Mátészalka és térsége folyamatosan fejlődik, ami a helyiek erős közösségépítő gyakorlatának köszönhető. Még mindig sok az influenzás gyermek a vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint az elmúlt héten több mint 233 ezer ember fordult orvoshoz felső légúti fertőzés tüneteivel hazánkban. A betegek nagyjából harmada gyerek volt. A legtöbb fertőzöttet Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Zalavár megyében regisztrálták. Békés megegyezésre törekszik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a vadásztársadalom a gazdákat ért vadkárok ügyében. Az Agrárkamara néhány héttel ezelőtt tette közzé, hogy saját behajtó céget alapít, így próbálja elérni, hogy a vadásztársaságok kifizessék a gazdáknak a vadkárok ellenértékét. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyébként kevésbé jellemző az ilyen jellegű probléma, országos viszonylatban itt keletkezik a második legkevesebb mezőgazdasági vadkár. Önök február 2-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra a legközelebb hétfőn este jelentkezünk, holnap, azaz szombaton a hét híreinek összefoglalójával, vasárnap pedig a hét gazdasági híreinek összefoglalójával várjuk majd önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti tájakon mérsékeltebb lesz a légmozgás, de hidegebb lesz, mint az ország más részein. 6 és 8 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre kell számítani. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 7 és 10 fok között valószínű.